Vadász Zsolt és csapata a Budapest-Bamako rallin vett részt Trabantjával. A csapat ezzel is bizonyítja, hogy egy ilyen járművel is ugyanúgy lehet élvezni egy utat, mint egy terepjáróval, valamint azt is, hogy egy kis költségvetésű csapattal is lehet hatalmas kalandokat megélni. Ugyebár azt mondtam, Budapest-Bamako. Erről az élményről tartott előadást a Világjáró Klub keretein belül. A csapat a Geonauta baráti társaságból jött össze. Közel 5 esztendővel jött az a gondolat, hogy mutassuk meg a világnak. Mutassuk meg a világnak, hogy nem kell a 2 tonnás jármű, nem kell a 20 literes fogyasztás, hanem egy ilyen primitív, minimális nyersanyagból épített kis gépjárművel is a világ bármely geodéziai vagy geológiai pontja elérhető. Az utazásról egy könyv is készült, melyben szépítés nélkül mesélik el a kalandorok azt, hogy miként élték meg a nem mindennapi történéseket. Az előadás iránt nagy volt az érdeklődés, szinte megtelt a Simándi terem. Többen érkeztek az autó és a kontinens miatt is, de volt, aki nosztalgiázni szeretett volna. Az autó, mivel ez a szakmám, tehát nagyon, a Trabant nagyon kedves nekem, nagyon sokat tuningoltam, amellett, hogy versenyeztem korábban gokarttal és autóval én is, tehát ez a Bamako, tehát a rally, most is a Dakar, tehát a Alonzót ugye figyelembe kísérem, szóval nagyon-nagyon fontos nekünk. A Világjáró Klub minden évben nagy sikernek örvend. Az előadások iránt nagy az érdeklődés. A szervezők minden alkalommal igyekeznek olyanokat meghívni, akik októbertől áprilisig havonta egyszer különleges élményekről számolnak be a közönségnek. Kezdtük októberbe egy tematikailag különböző, kicsit különálló dologgal, a világ legszebb borvidékeiről mesélt nekünk Elkelemen László. Novemberben történt egy sajnálatos programmódosulás, a korábban meghirdetett vízipókos természetfilmvetítéses előadásunk, sajnos egészségügyi okok miatt nem került megtartásra, és helyette egy inkább tudományos ismeretterjesztő témában a talajpusztuláson láthattunk itt egy filmet Mérgezett föld címmel, amit Kővári Gábor rendező hozott el nekünk, és hát december 16-án egy rendkívül látványos és jó előadást tartott nekünk Valcsicsák Zoltán. A Világjáró Klub keretein belül február 24-én Argentína és Chile vidékét mutatja be dr. Gyurica László. Március 9-én pedig Varja Gabriella Costa Ricáról, Panamáról és Hondurasról tart vetítéssel egybekötött előadást.